kezdődik az első mérkőzés itt Szegeden, a Városi Sportcsarnokban, az utcai harcosok 5. döntőjében. A fehérmezes versenyző nem más, mint Kosztopoulos Alex, aki Kosta becenévre hallgat, ellenfele, aki félmeztelenül küzd, Rostás János, alias Jani. Annyit kell elmondanunk az ellenfelekről, illetve a két küzdőpérről, hogy a görög nevű Kosztopoulos Alex 1973-ban Budapesten született. És 89 kg-os súlyához 187 cm magasság társul. Tehát ő van fehér mezben és fekete nadrágban. Súlycsoportjához megfelelő ütőerővel rendelkezik, és két sportágban is érdekelt. Az egyik a Jeet Kune Do Kung Fu ág, a másik pedig a kickbox. Ellenfele, aki most elég kellemetlen helyzetben van, félmeztelenül és fehér nadrágban, és úgy néz ki, hogy már is megkapott egy olyan rugást, amiről nem biztos, hogy fel fog állni. Tehát Rostás János ökölvívással próbálkozott eddig, de úgy néz ki, hogy a mérkőzést nem túl hosszú ideig bírta. Tehát az első mérkőzést a plusz 85 kg-os súlycsoportban Kosztopoulos Alex nyerte.